Ismét megtelt a szepesi szalon vendégekkel. A rendezvényt Müller Ádám, a dombóvári helytörténeti gyűjtemény vezetőinek köszöntő beszéde nyitotta meg. November 13-án a múzeumban első előadóként Kovács Károly, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Eszterházi Miklós szakképzőiskolájának villamosmérnök tanára, a villamos és műszaki munkaközösség vezetője szólalt fel. Majd őt követte Major Attila, nyugalmazott villamosmérnök és helytörténész előadása. A 17 órakor kezdődő eseményen Dombóvár Nagyközség villamosítása című vetítéssel egybekötött előadást tekinthették meg az érdeklődők. A Dombóvári Város Szépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület szervezésében ezúttal is egy érdekes téma került bemutatásra.